Továbbra is csak meghatározott szabályok mentén, de feloldották a látogatási tilalmat a kórházakban. A jelenlegi helyzet az egészségügy újraindítási folyamatának következő lépcsője. A fő feladat továbbra is a betegek és a kórházi dolgozók védelme, éppen ezért csak meghatározott körülmények között lehet a továbbiakban is belépni a kórház területére, mondta Németh Csaba főigazgató. Be lehet jönni látogatni betegekhez, megfelelő feltételekkel és megfelelő körülmények közt. Az egyik fontos dolog az, hogy a COVID ellátásra kijelölt részlegeken, ez mi nálunk a fertőző osztály, nem vonatkozik a látogatási tilalom feloldása, tehát ezen az egy osztályunkon továbbra sem lehet látogatni. Belépni továbbra is csak az Ybl Miklós utcai bejáraton és a rendelőintézeten keresztül lehet, de gyalogosan igénybe vehető a kórház főportája is. A látogatási idő is szigorúbb, délután 4 és este 7 között találkozhatnak a hozzátartozók a betegekkel, valamint hétvégenként délelőtt 10 és dél között. Most így, hogy lehet látogatni, a látogatási időben érkező látogatók fölvihetik az osztályra a bentfekvő hozzátartozóknak a csomagot, illetve elvihetik azt, amire itt aktuálisan már nincsen szükség. Adott esetben, hogyha akutan kerül valaki kórházi fölvételre, akkor erről a fölvétel tényéről az osztály értesíti a főportát, és akkor egyszeri alkalommal rendkívüli esetben is be lehet hozni a csomagokat. A látogatáskor továbbra is kötelező a vírusteszt elvégzése és a szájmaszk használata. A kórház vezetése arra kéri a látogatókat, amennyiben csak lehet, az intézmény udvarán találkozzanak, és a látogatási időben is tartson mindenki önmérsékletet.